Tehát az az igazság, hogy sokszor, mikor ugye bár ilyen különböző helyeken járok, láthatom, hogy ki mit szokott gyűjteni itt a pincén belül, általában egészen érdekes világ rejlik fel így az emberi szem előtt, hogy nézzétek meg, ez az úriember, úgy látom, hogy régi szerszámokat gyűjt, és van itt aztán tényleg minden, tehát igazi relikviákat láthatunk itten, ahol aztán itt tulajdonképpen a kígyótól békáig tényleg minden megtalálható. Nagyon érdekes, így szeretek az ilyen helyek között így nézelődni, mindig vannak érdekességek, és ami a legjobb az, hogy ilyenkor soha nem szokott senki se zavarni. Ami viszont így a legérdekesebb volt itt számomra, ez a hegyező, amit szívem szerint elvittem volna, de hát nem vagyok olyan gyerek. No, hát akkor gyakorlatilag ennyit erről a kis speciális gyűjteményről, és akkor szeretném megmutatni, hogy itt a gyűjtemény melletti közelházban mi is lapul. És hogy mi is lapul a kazánház rejtekén, azt hamarosan megtudjátok. Viszont még mielőtt erre a témára térnénk, így mindenkinek szeretném megköszönni, aki volt tegnap szavazni, hogy feltette azt az X-et arra a lapra és bedobta az urnába. Ezzel is remélhetőleg tettünk a jövőnkért egy keveset. No, de hogy témánál legyünk, egy Wismann Letola nevezetű kis atmoszférikus gázkazánt fogok én nektek bemutatni, és azt hiszem, hogy ezzel a héttel akkor egy ilyen különleges hetet is fogunk indítani, ugyanis a másik két részben is két másik atmoszférikus gázkazánt fogok bemutatni, az a kettő gázkazán két különböző Wismann Atola nevezetű gázkazán lesz, hogyha minden igaz, egy kisebb és egy nagyobb, majd ezeket is fogadjátok szeretettel, de akkor most jön egy igazán érdekes kis gázkazán 1972-ből. Mai áldozatunk egy Wismann Litola nevezetű atmoszférikus gázkazán. Különlegesség ennek kicsikének, hogy 1973-ban készült, tehát nem egy mai darab. És akkor ezt így ezzel a röpkő mozdulattal gyorsan kikapcsoljuk. Ugye majdnem 70 fokos üzemi hőmérséklet volt benne, hogy be lehet nézni, hogy itt vannak még egy csomó kapcsoló, ugyebár az időkapcsoló, az, hogy mikor kapcsoljon ki be, stb. Különböző programváltók, kézi vagy automatikus üzemmód, ezt meg én soha nem szoktam használni, de mindegy is. Na, akkor kezdjük az elején, szedjük le ezt a burkolatot innen. Leszedvén a burkolatot, ugye láthatjuk, hogy ez egy egészen szép kivitelű, és hát ahhoz képest, hogy 73-ban gyártott, szinte érintetlen vadonatúj kinézetű kazánról van szó, pedig tényleg nem új, csak hát állítólag fel lett újítva, de ez mondjuk így látszik rajta. No, akkor az első mozdulat, amit én szeretnék megtenni, az az, hogy ezt a kábelt innen eltávolítom, és utána visszakapcsolom magát a kazánt, hagyd működjön, ugyanis ebben az esetben, hogyha magyar az égőfejnek a áramellátása nincsen bedugva, innentől kezdve, hogy az egész áram nélkül van, és hogyha ez ugye nincsen bedugva, akkor gyakorlatilag a keringető szivattyú az már üzemelni fog majd szépen. Jó, hát akkor kezdjük el szépen széjjel szedni, amit széjjel kell. Ugyebár itt van ez a két kis vezeték, felül kék, alul piros vagy barna. Ezt leszedjük. Annyira sajnálom, hogy nem látom a színeket, tényleg. Jó, ott itt nincsen sok vezeték, amit le kell bontani, ezt kell innen lehúzni. Úgy, ezt. Ez hova is megy? Ez ide jön, ezt lehúzhatjuk innen is, vagy lehúzhatjuk onnan is, de hát tulajdonképpen innen fentről a gyújtó elektródából ez sokkal egyszerűbb volt leszedni, mint a másik helyről. És akkor miután ezzel így megvolnánk, még egy földelés kábel ez, ami még itt valahol be van kötve, igen, ott, látjátok, ott oda van bekötve, azt kell még onnan eltávolítani, illetve ezt a gázhollandert, és miután az megvan, akkor a négy darab anyacsavar segítségével ezt az egész gyönyörűséges égőfejet úgy, hogy van, le tudjuk szedni innen. Na akkor, miután elmondtam, akkor ezt most meg is valósítom.
Amint láthatjátok, a legnagyobb vicc, hogy a négy darab anyából három a tőcsavarral együtt érkezett ki a helyéről. Hát mindegy, néha ilyen is van, de legalább egyben maradt, ami majd segíteni fog az egész égőfejnek a visszapászításában. Nos, ugye kiszkaptam én ide oldalra az égőfejet, láthatjátok, hogy ennek ilyen három lángterülő csőve van, ami némi tisztításra fog szorulni, de úgy alapvetően nem érzékelek ilyen komolyabb problémát ezzel az egész égőfejjel, hogyha most ezt egy kicsit jobban megnézzük itt, akkor láthatjátok, hogy még ezek az elemek sincsenek nagyon túlzottan szétégve benne, tehát ez gyakorlatilag némi tisztítás után ez itt teljesen jó lesz, illetve jó marad. Ott a alsó részen láthatjátok, hogy van ám rendesen ilyen lerakódás, és az nem csak ott van, hanem ugye itt is bent az égéstérbe, tehát ezeket innen szépen eltávolítjuk. Még talán valamelyest idefel is fel kell majd nyúlkálni, mert azért ott is van lerakódás. Aztán, hogyha ezt megtakarítottuk, akkor tulajdonképpen a tisztításos részével készen is vagyunk. Tehát akkor maga az égéstér az ilyen volt. És hát ilyen lett, miután ugye szépen ki lett takarítva, hogy alul is, felül is amennyire sikerült, hogy eltávolítottuk ezt a rengeteg szennyeződést belőle, illetve hát ugyanez itt ennél az égőfejnél is sikerült természetesen megoldani. Na, nem bénázok, tehát szeretném így megmutatni, hogy le lett szépen a elektródák is lehettek takarítva, ezek az égőcsövek is szépen kirettek portlanítva, porszívózva, tehát gyakorlatilag most már én úgy érzem, hogy ez így rendben van, mehet szépen vissza az égőfej helyére. És hát akkor teljes egészében visszaállítva a káosz, ahogy ez kell. Tehát ezt az egyet nem csípem ebbe a kazán típusból, hogy ebbe ilyen mocskos csúnyán néznek ki a kábelek. Tehát igazi kábel rengeteg itt, amit itt láthattok, és szerintem ez nagyon gáz kialakítás, tehát bármi probléma van itt, azonnal tök hamar ki tudna égni ez a készülék így az elektromos logokban, tehát nem az én tisztem, hogy erről bármit is megállapítsuk, mindeset azért nézzétek meg, hogy ez szerintem nem az igazi. No, a lényeg az, hogy visszaszerelve az égőfej, szépen meghúzva a négy anya, ugye ott van egy, kettő, itt pedig ez az oldalon a hármas és a négyes, így van, illetve a gáz hollander is meghúzva, a gázsak visszanyitva, vezetékek szépen visszakötve egytől egyig az összes elektródákra visszahúzgálva a pipák, és akkor ezek után innentől kezdve már nincs is más hátra, mint az, hogy jöhet a füstgáznak a megmérése. És akkor láthatjátok, ugyebár, hogy tesztelés előtt még azért feltöltöm szépen a rendszert, ugye nem teljes gázol éppen, hogy csak ki van nyitva a kis csap, a másik oldalt a vízbevezetésnél ott teljesen nyitva van, és hát gyakorlatilag így feltöltjük majd szépen kettő bárig, 1,1-ről indul, illetve 1,2-ről indul, tehát egész jó haladunk, lassacskán készen van, és ugye már látjátok, hogy elő van készítve a füstgázmérésre az eszköz, tehát miután megvan a megfelelő víznyomás, utána élesztjük a rendszert. És akkor most már ugyebár szépen dübög a rendszer, most már 42 fokos kazán hőmérsékletet mutat, ugye beállítottuk az időt, 10 óra, beállítottuk a napot, ugye, hogyha még egyszer megnyomjuk, akkor látszni is kell, de mindegy, szóval be van állítva az idő is. Külső hőmérséklet 12 fok. Miket lehet még itt megtudni? Kazán hőmérséklet 42 fok, melegvíz hőmérséklet 50 fok, és más információt nem is ad ki nekünk ez a vacak. Úgy né. Na jó van, ne variáljunk rajta. Na, tulajdonképpen akkor a kazán tisztításnak ezzel a részével megvagyunk, és akkor nézzük meg, hogy mit mutat a füstgáz kibocsátás is, hogy a 60 fokos füstgáz hőmérséklet mellett 4,82%-os CO kibocsátás és szénmonoxid kibocsátás nincs egyáltalán semmi sehol. Na hát én úgy érzem, hogy ezzel a csodálatos kazánnal és ennek a karbantartásával gyakorlatilag teljes egészében készen vagyunk. Még visszatesszük a burkolatot. És akkor ugyebár a burkolat szépen visszarakva, kazán hőmérséklet a bűvös 66 fokon áll, ugye befejeződött szépen a mérés is. Tulajdonképpen ennyi lett volna, amit szerettem volna erről a Wismann vitola készülékről elmondani, meg még azt,
hogy ez a csodálatos kis készülék egy 17 kW-os gázkészülék volt, amit itt így ebben a részben láttatok. Remélem tetszett, és találkozunk legközelebb, és most már jött a búcsúzásnak a fájdalmas és meghitt pillanatai következnek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem ez az epizód is elnyerte a tetszéseteket. Amennyiben igen, úgy dobjatok egy lájkot, aki pedig még nem tette, az iratkozzon fel a csatornámra. Én hamarosan búcsúzom, de még mutatok egy apróságot ebből a pincéből, hiszen nagyon sok érdekesség volt itt. Köztük egy igazán régi mosógép. Tessék! Csak azért, hogyha valaki legközelebb egy persilt rendel tőlem, akkor ilyet fogok neki vinni. Itt van az igazi, eredeti mosógép, tessék. Hát aki azt mondja, hogy egész délőtt mostam, azt próbálja ezzel majd. Teljesen beteg. Na jól van, hát erről tényleg csak ennyit. Minden jót kívánok, sziasztok!